Az elkövetkezendőkben pedig az atipikus foglalkoztatási formák terjedésének hatásairól lesz szó. Ugyanúgy marad a kerekasztal, hiszen több szakértőnk fáradt fel a színpadra, hiszen a demográfiai, a társadalmi változások, a globalizáció és a Covid, valamint az e jelenségekkel összefüggésben is egyre inkább elterjedő rugalmas és atipikus foglalkoztatási formák, mint például ugye a távmunka, a home office vagy a digitális nomaditás alapjaiban változtatták meg az egyes munkakörökhöz szükséges munkáltatói elvárásokat, és természetesen a munkavégzés ideális formáira vonatkozó munkavállalói igényeket is. A munkavállalói kompetenciákkal szemben támasztott munkáltatói elvárások középpontjában a folyamatosan fejlődő világhoz történő rugalmas alkalmazkodást támogató készségek kerülnek előtérbe, míg a munkavállalók körében pedig felértékelődtek ugye a munka és a magánélet jobb egyensúlya például, illetve a fizikális és a mentális egészség megőrzése iránti igények is. E változások egyik fontos következménye az atipikus foglalkoztatási formák iránti igény látványos növekedése. Erről fog szólni többek között a következő beszélgetés, ezt a témakört járja majd körbe. Megkérném dr. Kövesi Gabriellát, a Magyar Telekom szabályozási igazgatóját, Vízkeleti Lászlót, a HACE Expert Permanent Recruitment igazgatóját, és Kelemen Gábort, a Század V konjunktúra kutató digitális üzletágának vezetőjét, hogy fáradjanak fel a színpadra. Ott ugyanúgy megérdemelnek, így-így. Azt nem felszem. Köszönjük szépen a lehetőséget, és ugye sokan szép számmal itt maradtunk erre az egyébként kevéssé nagyívűnek szánt kerekasztal beszélgetésre, bár a téma önmagában szerintem rendkívül izgalmas. De azért jöttünk ma itt össze, és atipikus foglalkoztatási formákról beszéltünk, de valójában szeretném egy kicsit földhöz közelibbé, vagy földhöz ragadtabb formában megragadni ezt a témát, ugyanis a atipikus foglalkoztatási formák közül nagyon sokféle fajta van. Mi szeretnénk most itt elsősorban a távmunkáról, a home office-ról, vagy általában véve a hibrid munkavégzésről beszélni. És azért Gabriellát és Lászlót hívtuk meg vendégként, mert egyrészt szerettünk volna egy nagy vállalatot, egy sok embert foglalkoztató hazai piacon, piacvezető nagyvállalatot megkérdezni egyrészt az ő tapasztalataikról, ráadásul nekik olyan tapasztalataik vannak, amelyek függetlenek a Covid-járványtól, másrészt szerettünk volna egy olyan munkaerő közvetítéssel, toborzással foglalkozó céget is meghallgatni ebben a témában, akiknek egyrészt van munkáltatói elvárásokkal, az általuk kínált munkakörökhöz rendelt hibrid munkavégzési eszközökkel kapcsolatos tapasztalata is, illetve ismerik a munkavállalók elvárásait ezeken a területeken. Bemics mutatnám gyorsan a kerekasztal beszélgetésünk résztvevőit, hiszen ők nem közszereplők, tehát némi bemutatkozás vagy bemutatás szerintem mindenképpen érdemes az ő esetükben is. Gabriellával kezdeném, ő a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának elvégzését követően a Magyar Telekom és jogerődje jogi és marketing területein szerezte szakmai tapasztalatait, 95-től vezető pozíciókat lát el ezen a területen. A Magyar Telekom első üzletszabályzatának kidolgozása kötődik a nevéhez, továbbá részt vett a távközlés teljes liberalizációs szabályozásának kialakításában, és jelen pillanatban egy 5800 főt foglalkoztató nagyvállalat vezetőjeként ül itt ma a körünkben. Én mielőtt idejöttem volna, készülvén a beszélgetésre megnéztem a nyitott pozíciókat, illetve hogy azok hány százaléka kínál valamilyen típusú hibrid munkavégzést, és kiderült a számomra, hogy a gyakornoki helyeket leszámítva mindegyikben valamilyen formában, kisebb vagy nagyobb mértékben, de a home office túlsúlya mutatkozik meg a felkínált álláshelyek kapcsán. Vízkeleti Lászlóról, amennyit sikerült összegyűjtenem az interneten elérhető tartalmak alapján, felsőfokú tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, szakmai pályafutását a HACE Hungary-ben kezdte kutatóként, ezt követően különböző pozíciókat töltött be a cégben, ahol 2022-ben nevezték ki, majd kiavítasz, hogyha nem pontosan mondom, a munkaerő felvételi szakértői csapat
igazgatójává. A Hays Hungary szolgáltató egyébként egy október 1-én egy 519 főt foglalkoztató, szintén nagyvállalat, munkaerő toborzással és kiválasztással foglalkozó nemzetközi vállalatcsoportnak a magyarországi tagja. 33 országban 254 irodával vannak jelen, és összesen 13 ezer munkatársat foglalkoztatnak. Itt is megnéztem a nyitott álláshelyeket, bár ennek kisebb a sportértéke, ott 3 ilyen álláshely volt, de azt is megnéztem, hogy a portálon keresztül most több mint 400 álláshely, nyitott álláspozíciót kínál a Hays Hungary Kft. Ezeknek a döntő többsége egyébként valamilyen formában a hibrid munkavégzést is inkorporálja. Bocsánat a csúnya kifejezését. Az első kérdésem Gabriellához szólna, már csak azért is, mert nem csak egy nagy foglalkoztató képviselője, hanem a hibrid munkavégzés, a távmunka, a home office egyik legfontosabb, vagy ha nem a legfontosabb infrastruktúrális feltételének biztosítójaként egy távközlési, a legnagyobb hazai piacon működő távközlési nagyvállalatnak a képviselő. És azon a kérdésem, hogy hogy állunk most ezen a területen, hiszen vezetékes és mobil széles sávú szolgáltatásokat egyaránt kínáltok, plusz ugye mobil és vezetékes telefóniát is. Mennyi, hogy néz ki a kínálati oldal most, tehát hány háztartásba jut el most a Magyar Telekom, vagy ha van egy kis kitekintésed, akkor a többi piaci szereplőről is kíváncsian várom ezeket az információkat, és a háztartások hogy állnak a vezetékes széles sávú penetráció, illetve a lakossága a mobil tekintetében? Köszönöm szépen én is a meghívást, meg a kérdést is, már arra gondoltam, hogy úgy járok, mint a politikusok előttem, hogy bármit is kérdezel. Úgyis arra fogok válaszolni, hogy milyen hálózatfejlesztési terveink vannak, hiszen egy vidékfejlesztési konferencián szerintem ez egy igen-igen fontos kérdés, hogy nyilván ez egy versenypiac, ahol mi dolgozunk, és sokkal másabbak a hálózatfejlesztés költségei egy sűrűn lakott városias környezetben, mint vidéki területeken, tehát minél inkább a végéhez közeledünk az optikai, vagy ahogy most divatosan hívjuk, gigabit képes hálózatok fejlesztésében, annál inkább következnek azok a területek, amelyeknek a fajlagos építési költségei magasabbak. És ugye, ezt sem tudom eltitkolni, szeptember 15-én írtunk alá Nagy Márton miniszter úrral a Karmelita Kolostorban egy 4 évre szóló együttműködés vagy közös nyilatkozatot, ami további 1 millió optikai hálózatfejlesztést ígér a vezetékes területen. Ugye, tudni kell, hogy a KSH adatszolgáltatása alapján Magyarországon olyan 5,3 millió úgynevezett igényhely van. Azért nem hívom háztartásnak, mert ebben az üzleti igényhelyek, illetve nyaralók, más egyéb olyan pontok is benne vannak, amelyeket a KSH nyilván tart. Nyilván ebben vannak olyanok, amelyek üzletileg értelmezhetetlenek, vannak elhagyott ingatlanok, de valahol ott az 5 millió környékén lehet az igazság. Idén év végénre a Magyar Telekomnak lesz egy olyan 3,5 milliós gigabit képes lefedője, tehát ez ugye ez nem azt jelenti, hogy ennyien fizetnek elő, vagy ilyen helyen, de hogy a fizikai lehetősége ekkora igényhely számnál áll lehetővé arra, hogy ott ügyfeleink legyenek az ott lakók, és erre fejlesztünk rá egy további 1 milliót, ami azt jelenti, amikor készültem a beszélgetésre, megnéztük, hogy van egy 15-ös kormányrendelet, amely Európai Uniós támogatási források szempontjából sorolja fel a településeket, és nevez meg közel 1000 települést, ahol, amelyek hátrányos helyzetűnek tekinthetőek. Ebből körülbelül 500-at fogunk még ebben, 500-et, tehát 500 zas nagyságrendűt fogunk ebben a 4 éves időtartamban fejleszteni, és ugye nyilván vannak személyes példáink arra, hogy megkeresnek kisebb faluk, községek vezetői minket, és valóban az ott maradásnak, a fiatalok megtartásának egyik elengedhetetlen feltétele az, hogy legyen olyan infrastruktúra, amely akár ezeket az atipikus foglalkoztatási módokat lehetővé teszi, akár más egyéb szórakoztat
kutatásra, szabadidő eltöltésre, vagy a Covid-ban megismert egyéb olyan módozatokra lehetőséget nyújt, ami ez az infrastruktúra nélkül nem lehetne ott. Nagyon sok kutatás és egymásnak ellentmondó kutatás lát napvilágot, a hibrid munkavégzés, vagy a távmunka, vagy a home office. Bocsánat, hogy ezeket újra meg újra elmondom, csak ezek különböző típusú fogalmakat takarnak ezeknek a terjedéséről. És van olyan, amik azt mondja, hogy soha többet nem fog visszaállni a Covid előtti távmunkára vonatkozó statisztikai adatok nem fogják tükröződni a mostani számokban, valamelyik meg azt mondja, hogy robbanásszerű változás áll be, valaki azt mondja, hogy visszarendeződés van, hogy picit segíteni nekünk annak a megértésében, hogy ez, mert mégis munkáltató és munkavállalói oldalt is láttok, tehát látjátok azt is, hogy milyen típusú álláshelyeket kínálnak a munkaadók, illetve milyen típusúakat keresnek a munkavállalók, hogy hogy néz most ez ki, tegyünk egy kis igazságot ebben, ha tudunk itt ezen a színpadon. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, megtisztelő, hogy itt részt vehetek ebben a beszélgetésben. Ez egy remek kérdés. Nekem közel áll a szívemhez ez a téma. Sokat gondolkoztam és gondolkoztunk ezen a kérdésen, hogy vajon hol lesz egy nyugvópont ebben a nagyon gyorsan változó környezetben. Abban egyetértés van most már a legtöbb szakember, szerintem a legtöbb ember most már egyetért azzal, hogy a pandémiás időszak egy igencsak szélsőséges időszak volt. Sokszor hallottuk, hogy ez lesz a new normal, az új norma, amivel én személy szerint szkeptikus voltam a legelejétől kezdve, és látjuk, hogy számos ok állhat a háttérben, de a legtöbb vállalat elindul visszafelé, lazít, vagy fogalmazunk úgy, hogy közelít a struktúrájával, a szabályrendszerével a pandémia előtti időszakhoz. Tehát nem a pandémiában tapasztalt ötnapos home office, ötnapos otthoni munkavégzés lesz ugye az új norma. Mégiscsak vannak olyan feltételek, olyan igények a üzleti és egyébként emberi, tehát teljesen személyes szinten, amelyek ugye megkövetelik, hogy bejárjanak egy fizikai munkahelyre ugye a munkavállalók. Amikor felkészültem erre a beszélgetésre, én is azon gondolkoztam, hogy lehet-e bármi véglegeset mondani ezen a ponton erről a kérdésről. És nem csak én nem tudnék ilyet mondani, hanem nagyon nehéz lenne ilyet mondani, hiszen ez az átrendeződés, ez még mindig zajlik. És nem azért, hogy túlbonyolítsam a kérdést, de nagyon fontos, hogy számos olyan szempont van, ami előrehajtja, és ami visszafogja az otthoni munkavégzés elterjedését. Ez a munkavállalói és munkáltatói oldalra egyaránt igaz? Így van. Tehát ami előrehajtja, az alapvetően a munkavállalói oldal. Mindenki szeretne egy kicsit nagyobb szabadságot. Viszont ami visszatartja, az lehet egy infrastrukturális kihívás. Tehát egy olyan nagyvállalatnál, középvállalatnál egy olyan technológiai beruházásra van szükség ahhoz, hogy magabiztosan, kiberbiztonsági szempontból is védhetően biztosítani lehessen a munkavállalóknak. Nem is kell kritikus munkavállalókra gondolni, csak munkavállalóknak a biztonságos otthoni munkavégzést, és itt most kiberbiztonsági szempontra gondolok, az egy hatalmas beruházás, amit tényleg nem lehet átvinni egyik napról a másikra. Szerintem Gabriel erről biztosan többet tud, mint én. És ott nincsen trade-off, és akkor Gabira néznék, hogy a Magyar Telekom építette egy gyönyörű székházat az Üllői úton, de azzal a tudattal, hogy mindenki nem fog elférni benne. Ugye? Ezen az oldalon nem lehet annyit esetleg egy ilyen irodai elhelyezés kapcsán megtakarítani, amennyi a megnövekedett informatikai biztonsági beruházásokat esetleg valamilyen formában, de enyhíthetni? Igen, mi 18-ban költöztünk az új székházba, tehát pont 2 évvel a pandémia előtt, és akkor az volt a
terv, hogy 60%-ban lesznek bent a munkavállalók, és 40%-ban otthon, és ugye ezt még rotáljuk is, és erre készültek a tervek, és hatalmas ellenállás volt a kollégákban, meg vezetőkben, meg mindenkiben, és stoppoltuk le a helyeket, hogy de nem jó, mert azt nem gondolhatjátok, hogy nincs olyan nap, amikor mindenki egyszerre itt van, meg ez hogy lesz, meg mint lesz. És ugye nálunk nyilván technológiai cég vagyunk, tehát a felkészültségünk talán nem hasonlítható össze más, akár még irodai munkavégzést végző vállalkozásokkal, de egy hatalmas fordulat volt a pandémia, és nincs vissza, olyan típusú visszarendeződés nincs, hogy ne férnénk el a székházban, sőt, tehát egyre több emeletet szabadítunk fel, és próbáljuk albérletbe adni, hogy a kihasználtságot elérjük. Tehát nálunk az a tapasztalat, hogy még azokra a munkakörökre is, amire 18-ban a költözéskor azt mondtuk, hogy na azt aztán soha az életben nem fogjuk tudni távmunkával megoldani, hát amikor a szükség úgy hozta, akkor megoldottuk, és úgy maradt. Tehát nálunk most az az általános, hogy 40-60, tehát átfordult, két napot van bent a munkavállalók 90%-a és 3-at távmunkázik, és van 10%-nyi olyan munkakör, ahol még ennél is magasabb arányú a távmunkavégzés arány. Bocsánat, igen. És itt rá is csatlakoznék arra, amit Gabriella mond, hogy ugye a pandémia során egyszerűen kikényszerült minden vállalat, hogy a lehetőségekhez képest maximalizálja annak a lehetőségét, hogy a kollégák otthonról hatékonyan munkát tudjanak végezni. És az a baj, hogyha bebizonyítom a munkavállalónak, hogy én képes vagyok arra, hogy ő otthonról dolgozzon, ő pedig bebizonyítja nekem, hogy ő képes arra, hogy otthonról dolgozzon, akkor utána nagyon nehéz azt mondani, hogy nem dolgozhat otthonról. Hiszen ott a precedens, ott a bizonyíték, hogy képesek vagyunk rá. És amit Gabriella mondta, hogy vannak pozíciók, amiről azt gondoltuk, hogy soha nem lehet majd távoli munkavégzésből. Ugye a klasszikus, a kenyeret nem sütheti meg a pék otthonról. És nagyon sokszor a vállalatok azzal találkoznak, hogy a pék igenis megsüti a kenyeret otthonról, és meglepetésként éri a munkavállalót és a munkáltatót is, hogy képes volt rá. És nincs visszaút a régi, mondjuk úgy, hogy a régi, a pandémia előtti szintre valóban nincs visszaút. Hol jutott nyugvópontra ez a helyzet, tehát a munkavállalói elvárások, tehát ez a 60-40%, ami a Telekomra igaz, ez általában ez az arányszám, ez hogy alakul? Ez az a dolog, ami miatt egy picit zavarban voltam, amikor jöttem a mai beszélgetésre, mert nem tudok ilyet mondani. És aztán rájöttem, hogy megnyugodhatok ezzel kapcsolatban, mert valószínűleg nem én vagyok tudatlan, hanem valószínűleg a helyzet nincs még rendezve. És ez így megbocsátottam magamnak ezt a képtelenségemet. Utána pedig rájöttem, hogy meg lehet válaszolni ezt a kérdést oly módon, hogy arra irányítjuk a hallgatóság figyelmét, hogy ez a helyzet még rendeződik, és hogy mik azok a törvényszerűségek vagy erők, amik befolyásolják ennek a helyzetnek a rendeződését. És ahogy az előbb megbeszéltük, a munkavállalói oldalról van egy erős igény. És utána pedig van egy munkavállalókért folytatott verseny, amelyben a vállalatok magas, jó teljesítménnyel a otthoni munkavégzés terén előnyt szerezhetnek a munkavállalóikért folytatott versenyben, és ahogy ez a verseny erősödik, és ez a vidék konferencián szerintem a legfontosabb elmondani, hogy a vidék Magyarországán az elmúlt években érkezett példátlan mértékű beruházások miatt hihetetlenül felerősödött a verseny ugye a munkavállalókért, ami egy igencsak ismeretlen helyzetet teremtett nagyon sok vállalat számára, vagy legalábbis egy olyan helyzetet, amihez gyorsan kellett alkalmazkodni. És a legsikeresebb vállalatok realizálták, hogy milyen fontos a munkavállalók számára a távoli munkavégzés, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket a fejlesztéseket, infrastrukturális beruházások vagy szervezeti fejlesztéseket véghez vigyék. És egy költségdilemma van. Mennyi veszteségem van amiatt, hogy nem tudom megszólítani a legjobb munkaerőt a piacomon, és mennyit kellene fizetnem, mennyi erőforrást kéne feláldoznom annak érdekében, hogy versenyképesebb legyek. És amikor már nagyon fáj, hogy nem tudom felvenni a kiemelkedő szakembert, akkor, mint az élet minden más területén,
elindul egyfajta beruházás, hogy ezt a veszteséget, amit elszenved a vállalat a szuboptimális stratégiája miatt, orvosolni tudja hasonló beruházásokkal. És ez a folyamat, ez éppen hogy csak elkezdődött. Tehát ez még egy, nem így alábecsülve a vállalatoknak az eddigi fáradozásait, de még ez a folyamat legalább egy évtizedig szerintem itt lesz velünk. A munkáltatók egyébként mit tapasztalnak, hogy a home office, vagy ez a hibrid munkavégzés, ez mennyire befolyásolja a vállalat teljesítő képességét, hatékonyságát összességében? Mert mindenféle szakmai háttérbeszélgetésekben volt szerencsém részt venni, és valaki azt mondta, hogy a tömeges home office az jelentősen javította a munka hatékonyságát, de voltak olyan megszólalók is, akik meg azt mondták, hogy nem jó, mert ugye, és ezek a régi reflexek tértek vissza, nem látok rá, nem tudom, hogy mikor üti le a billentyűzetet, most éppen elment bevásárolni, és a többi. Tehát ezek a negatív konnotációk is megjelentek néhány ilyen háttérbeszélgetésen, de mondom, olyan nagy vállalatok képviselővel, első számú vezetőjével is beszéltünk, aki pedig azt mondta, hogy ez a világ legjobb innovációja, ami történt az elmúlt, az internetet leszámítva az elmúlt 30 évben. Igen, mindenképpen az internet után. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nehéz általánosítani. Mi is 18 és 70 év között van a Magyar Telekomban dolgozók életkora, tehát nyilván teljesen más, hogy reagál erre a helyzetre egy idősebb korosztály, aki nem dolgozott, meg nem tapasztalta meg ezt, egy a fiatalokkal, új diplomásokkal történő felvételi beszélgetések, azok már nem azzal kezdődnek, hogy hány napot kell bejárni, hanem körülbelül azt, hogy na de miért 8 és 4 között kell dolgozni, hát én majd éjszaka megcsinálom azt, amit éppen kellene, és miért kell havonta egyszer mondjuk bejönni a munkahelyre. Tehát, hogy nagyon nagy ez a szórás. Én inkább azt mondanám, hogy személyesen azt tapasztaltam, hogy amikor elindult a pandémia március 13-14-ével, ha jól emlékszem, ott nagyon közel volt a március 15-i ünnep, akkor így hirtelen azzal, hogy nem kell bemenni, nincs az az időkényszer, meg az autóban, tömegközlekedésen töltött idő, amíg bejutunk a munkahelyünkre, úgy automatikusan rátette az ember azt a fél-egy órát, ami a bejutás, meg a hazajutás felemésztett a munkavégzésére, és utána nagyon sokan csúsztunk bele abba, hogy nem volt eleje, közepe, vége a napnak. És én azt látom, hogy ezt kezdjük megtanulni, hogy ha home office vagy távmunka is van, akkor is egy kicsit struktúráltabban kell ezt csinálni. És egyébként én magam azt tapasztalom, nyilván jó munkatársaim vannak, hogy mindenki az előnyeit élvezi ennek. Mondok egy ilyen nagyon triviális példát, sokkal kevesebb a táppénz például, mert olyan betegségekkel, amikkel nem mentünk be a munkahelyünkre, de azért még nem voltunk halálos betegek, azokkal egy távmunkás napot el lehet vinni, viszont ugye bejönni nem lehetett volna. Szóval én meg nyilván hálások a munkavállalók azért, hogyha jön a szerelő, a villanyóra leolvasó, akkor emiatt nem szabadságra kell menni, és a szabadságok azok megmaradnak valóban egy fajta olyan családi kikapcsolódásra, amire az való. De érdekes, hogy létezik ez az ellentétpár, hogy munkáltatónak, munkavállalónak is jó, de mégis van egyfajta visszarendeződés a hibrid vagy az offline túlsúlyos munkavégzés irányába, hogy tapasztaljátok ti, hogy a munkavállalók hány százaléka olyan, amelyik el is várja, hogy legyen ilyen hibrid és mondjuk többségi otthoni munkavégzésű állásajánlat, és mit csinálnak olyankor, hogyha ez nem áll rendelkezésükre, és visszautasítják adott esetben a felkínált álláshelyet? 100%-uk keresi a lehetőségben az otthoni munkavégzés lehetőségét. Ezt nem azért mondom, hogy kikerüljem a válaszadást a kérdésedre, de én azt tanácsolom minden partnerünknek, hogy gondoljon úgy erre, hogy mindenki ezt keresi. Egy nap, két nap, három nap, öt nap a preferenciák eltérnek, de ma már mindenki megnézi. Amikor én kezdtem a toborzó szakmában, akkor az előszűrő hívásban három dolgot kellett tisztázni. Motiváció, földrajzi lokáció és a bér.
Ez a három dolog, hogyha nem stimmel, akkor tönkretehet egy pályázatot. Ma ez kiegészült az otthoni munkavégzés lehetőségével kapcsolatban, formát preferenciával. Tehát ugyanolyan fontos, hogy be tud-e járni, fizetnek-e eleget, tetszik neki a munka, és hogy passzol-e az állás lehetőség az ő elvárásaival. Amennyiben ez tisztázásra kerül, és nem felel meg egy vállalat a szakemberek elvárásainak, nagyon nagy eséllyel fogják elutasítani ezt a lehetőséget. És van itt egy nagyon veszélyes dolog, ez a survivorship bias, ez a túlélő tévedés, mondjuk így. A vállalati partner csak annyit fog látni, hogy az a szakember, aki eljött az interjúra hozzám már, ő neki oké volt, hogy 3 napot be kellett járni. Találkoztam 3 olyan jelölttel is, aki azt mondta, hogy neki megfelelő a 3 nap. Csak a nagyvállalatok nem látják azokat a jelölteket, akiket amiatt buknak el, hogy nem felelt meg a home office. Ugye nem látom a bizonyítékot, hiszen én csak azzal találkozom, aki már eljön az interjúra. És ez most nem a szégyentelen önpromóció, de hogy ez nekünk egy nagyon kritikus feladatunk, hogy mi azokról a jelöltekről is tájékoztassuk például a partnereinket, akiket elvesztettek a otthoni munkavégzés szabályzatuk miatt, hogy eljutassuk nekik azt az információt, hogy kiket szerezhettek volna meg, hogyha ez passzolna. És ez, hogy ez egy központi része a motivációnak, ez pontosan azok miatt, a dolgok miatt van, amiket Gabriel olyan nagyszerűen összegyűjtött, hogy annyi pozitív előnye van, főleg személyes, családi, ilyen a logisztikája az életnek válik sokkal könnyebbé, hogy ez az elem, mint well-being, vagy élet-munka egyensúly, work-life balance, ez itt fog maradni velünk a elkövetkezendő években. Jó, hát az a helyzet, hogy több mint 20 kérdést írtam össze a kerekasztal beszélgetéshez, és valahol a 4-4,5 tájékán most itt megrekedtünk. Kövesi Gabriella, Vízkeleti László, köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Köszönjük szépen.